A 2020-ra tervezett Pro Urbe díját adót tartotta meg Paksváros önkormányzata. A mai nap jele annak, hogy az ember ésszel, szívvel, összefogással képes legyőzni minden rá leselkedő veszélyt, de jele annak is, hogy nem felejtjük el ünnepeinket, gyökereinket, évezredes értékeinket akkor sem, ha baj van. Pakson is fontos a nemzet összetartozása, a nyelvi, kulturális, vallási értékeink védelme, hangsúlyozta Szabó Péter. Ennek jegyében a történelmi Magyarország területén fekvő Paks testvérvárosaiban élő és dolgozó emberek kaptak Pro Urbe kitüntetést. Paja Gábor, Galánta jegyzője, a zene, a kultúra, a sport és a gasztronómia lelkes támogatója. Nagyon szeretjük ezt a várost. Magamévá tettem azt a feladatot és azt a lehetőséget, hogy hirdethetem Felvidéken, hogy Paks ez nem az atomerőműről szól, Paks nagyon komoly magyar emberekről szól. Kelemen András, Kézdivásárhely szenátora, a fiatal zenei tehetségek mentora. Több általa felfedezett tehetség mutatkozott már be Pakson is. Nem kis része volt ebbe ugye a Gastrobúd Fesztivál Gárdai Gyuri barátomnak azóta, és hát ezek a kapcsolatok úgy érzem, hogy innen zenekarokat oda, tehát megpróbáltuk megtölteni kultúrával ezt a kapcsolatot. Jenei Károly, kárpátaljai református lelkipásztor odaadóan dolgozik a magyarság megmaradásáért Visken. Ő személyesen nem tudott jelen lenni a díjátadón, melyet állófogadás zárt.